Tiszteltel köszöntöm a Frankó TV nézőit, másodszor jelentkezünk Rimaszombatból, ahol a park stadion, itt a foci stadion melletti parkban, Piszár Józsinál vendégeskedünk, a kis foci nagy sorozatunkban. Hát majd mindjárt eljutunk, hogy miért kis foci a Piszár Józsi, mert először még azt fogjuk elemezni a karrierje elején, a dac hogy nem lőtt gólt, de viszont aztán rengeteg gólt lőtt Józsi. Tehát akkor kezdjük a Bardjóval, hogy nem emlékszel a Bártfára utána Rimaszombati nagy széria, Beszterce bányai. Nem tudom, a hivatalos statisztikát én nem tudom. Te tudod, hogy hány mecse, hány gólt lőttél? Mert össze-vissza van az interneten a statisztikád. Ha jól tudom, akkor kétszer megnyertem a második ligába, a 24 és 25 góllal, és a ligába nem tudom, mennyit lőttem, de nem tudom pontosan. Azt tudom, hogy a Rimaszombat mezébe 32 meccse 6 gólt lőttél, és pontosan azt is tudom, hogy a Rózsahegynek lőttél kettőt, a Nagyszombatnak egyet, a Trencsénnek egyet, és a Púhovnak egy 3 3 meccsen kettőt. Ez a hivatalos statisztika. Szerinted ez ül? Nem tudom, nem tudom, tényleg nem tudom. Na igen, hát egy gólvágónak az van, hogy Rúgja a gólokat, annyit csak tud. És hát ugye annak ellenére, hogy a dacban nem tudott lő, gólt lőn, ezt már leelmeztük, de hát rengeteg gólt És hát lehet, hogy sokan nem tudják. De négyszeres szlovák válogatott Józsi. Egy barátságos meccs, Svájc ellen, és három selejtező meccs, komoly tét meccs. És ugye a Janke Barmos kettős meghívott. Hát gondolom, hogy az volt a karriere csúcsa, hogy válogatott voltál. Az, az biztos, hogy az volt, uh, pont, pont akkor, amikor Gyuro, Gyuro, Gyuri Szikora jött ide Rimaszombatba, mint edző. És, uh, Na, akkor mégiscsak jött. Igen, eljött ide Rimaszombatba, és ő segített nekem uh, sokat, uh, hogy uh, fejlődjek még, úgyhogy uh, talán sokat adott, úgyhogy uh, a felnőttem egy kicsit, aztán utána bes, be sikerült nekem uh, jutni a vállagatotba. Ugye a Izland, Svájcán barátságos, Izland, Szlovénia és Finnország, és a finneknek lőtték gólt. Milyen gólt lőttél? Nem tudom, a Litmanen akkor játszott már? Nem tudom, talán még nem. Azt nem tudom, de Cipruson voltunk a úgyhogy ott volt az a turnáj, aztán ottan, ottan sikerült gólt. Nem tudom, de új nekem egy jó labdát, és, és úgy értem a gólt. Igen, hát olyanok voltak akkor a válogatóban, mondjuk Lacomollán a kapuba, ez egy jó figura volt, de nagyon jó kapus, Titel, Moravcsik, hadd ne Karhan. Még Dubószki is ott volt akkor. Igen, szegény Isten nyugosztálya. Úgyhogy elég uh, nagy nevek voltak, Bál is ott volt, úgyhogy nem, uh, Zátek volt ott, úgyhogy sokan. Ha már Záteket említetted, láttam a neten egy képet. Szienc Szlávi, magyar Dicsőség szalonja, és ott a Zátek Tibor és Pinta Attila között vagy, és hát Pinta Attilával is játszottál Rimaszombatban együtt. Ezt tudod, hogy te ott vagy a, azon a képen, a Dicsőség szalonban, és milyen érzés ez? Persze, a sogornőm uh, Pozsomból van, és uh, ő, ment, ő ment, megnézni, mert neki is a két fia, az egyik a Szlovánba játszik, a másik, uh, nem tudom, valamik uh, csapatnál, de nem tudom, Pozsomba. Úgyhogy ő ment oda megnézni. Azt ő hívott, hogy tudok, tudok ő róla, hogy én ott vagyok. Úgyhogy uh, őtől le tudtam meg, úgyhogy de, de örülök neki. Hát és ezt utána viszont már nem voltál válogatott, számítottál arra, mert hát 26-27 éves voltál, bomba formába. Egyébként most is bomba formába, vagy ugyanolyan vagy. Lehet, hogy kevesebb hajad van, de meg de. mit tudom én, de több borostát hagytam De... Előseltem. Na, hát mondjuk fejjel nem tudom, hogy jó voltál, ezt nem emlékszem, de szerintem nem. Abszolút nem tudom, hogy volt-e fejes gólod. Volt, volt. El, a ligában volt, úgyhogy uh, Bárgyóba játszottam akkor, és játszottunk uh, Pesov ellen, és Bocsánat. Semmi gond. Úgyhogy olyan gólt adtam, hogy 11-es fejjel. Na, hát ezt meg fogom nézni, ha megvan a neten, mert ez kiesett. De ez, ez, ez egyetlen fejes, egyetlen, ugye? Egyetlen, igen, egyetlen, amit fejjel adtam. Már én is focisztam egy ilyen újságíró foci csapatban annak idején, és egyszer, egyszer fejben lőtt engemet a Simon Gyuszi tallóson, és bepattant a fejemről a gól, úgyhogy akkor ez nem ilyen volt a tied, <laughs> meg más szinten. Hát ez egyelőre ennyi nagy foci, vagy ha még szeretné valamit kiemelni, ami úgy megmarad benned. Csak az, azt, akarom kiemelni, hogy tényleg, hogy, fel, hogy a válogatott bejuttam, az volt nekem egy nagy olyan, ami mindig, mindig arra, arra, gondoltam, hogy valamikor ilyen nagy focit akarok játszani, és hogy oda bejussak. Úgyhogy az, az nekem olyan nagy nagy élmény. És nem fáj akkor az, hogy utána aztán kimaradtál, mert nem lettél többször válogatott, vagy azért szerettél volna lenni? Én kimaradtam az, az, abból azért, mert uh, én elmentem innen Bargyóra, de nekem uh, volt egy uh, sérülésem, amit mindig azt, mondott, azt, mondta nekem a doktor, hogy a semmi csak be van gyulladva a térjem, de nekem le volt törve már nekem a meniszkusz, és nekem ez szétverte az egész térdjemet, Úgyhogy nekem a Bargyóról kellett volna menni oda a Las Palmasba, úgyhogy ők akkor második ligát játszottak, akkor Vengos volt nekem a, a és csak a zdravotné... Hogy... Egészségügyi problémák miatt nem léptél át a Las Palmas? Azért nem léptem át, úgyhogy ott már nem lehetett segíteni, úgyhogy mentem, meg, meg, megoperálták, és mondták, hogy ma olyan, olyan állapotban van a térgyem, hogy lehet, hogy nem is fogok futballozni. Hát, nem ilyen szomorúan fogjuk majd befejezni, hanem vidáman a harmadik résszel, Piszár Józsival.